Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Nem igazak a visszaesésről, hova tovább a megszűnésről terjedő hírek a dunaföldvári futballal kapcsolatban. Ennek cáfolata a fiatal csapat biztató tavaszi rajtja a megyei első osztályban, mindemellett visszatért nem csak a felnőtt gárda, hanem az összes utánpótlás csapat edzés munkájának felügyeletére. Az a Hagymási Zoltán, aki már 7 évvel ezelőtt 2 esztendőn át dolgozott a klubnál, és aki az újabb fejlődés elindításához és fenntartásához valóban komoly és eredményes szakmai múlttal is rendelkezik. A Dunaföldvári labdarúgó csapat a megyebajnokság színfoltja volt éveken át, azzal, hogy helyi saját nevelésű játékosok foglalkoztatásában lett élcsapat, így tényező a megyei futballban. Tavaly a romlás virágai voltak észlelhetőek, arról is lehetett hallani a háttérben, hogy esetleg hamarosan feloszlik, esetleg meg is szűnik a csapat. Vaklármának bizonyult mindez. A tavaszi folytatásban egy harcos, lendületes Dunaföldvár futballozott eddig, amely megnehezítette például az élcsapat Tolna dolgát vendégként, és volt esélye a gólszerzésre a 2-0-ás vereséggel végződő mérkőzésen. Aztán pedig a szívósan védekező Bátaszéket otthon taktikus, okos játékkal győzte le, magabiztosan, látványos gólokat is lőve 4-1-re. Immáron egy visszatérő régi új edzővel, a szekszárdi származású, a csapatot már 2010-től 2 éven át dirigáló trénerrel, Hagymási Zoltánnal, aki immáron az egész dunaföldvári futball előrelépésért szakmai igazgatóként lesz felelős. Vállalásában túl azon, hogy a földvári klubvezetővel, Holler Ferenccel több mint remek, baráti kapcsolatot ápol, a klub anyagi helyzetének stabilizációja is fontos szerepet játszott. Tau az megjött, és a Holler Fecó az nálam tanult még annak idején a UEFA B-licencen, és itt jó kapcsolatot ápolunk, mi azóta is hetente beszéltünk, és itt azóta szépen minden fejlődött, és most megengedhetik azt maguknak, hogy, és én is nem tudtam följebb kerülni, hogy akkor most megkerestek novemberben, és akkor azt mondom, hogy jöjjek, hát szép feladatot adtak. Az 55 éves tréner a Szekszárdról induló híressé vált, ma az Egyesült Államokban dolgozó Tornyi Barnabás egyik hűséges tanítványa, Komárom megyében már eljutott az NB1-es pályaedzőségig, és NB2-es vezető edző is volt Tatabányán és Siófokon, Hagymási Zoltán. Közben az edzőképzésen, a B-licences tanfolyamon neves, válogatott játékosokat is oktatott a szakmára. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Bogyiszlai Ántás iskola, aztán a Tolna ifi és a szekszárdi serdülő ifiből, tehát elkerülhettem Tatabányára. Tehát annak idején, akikkel én nekem a idézőbe beosztottaim voltak, azok voltak egy P. Nagy László, egy Fischer László, egy Kiprik, egy Plotár, ezek mind a beosztottjaim voltak, akiknek tapsoltam még a tévébe annak idején, és utána együtt dolgozhattam velük. Tehát nekem az, hogy én NB1-ig szakágvezető lehettem, én azt hiszem, hogy én erre nagyon büszke vagyok. A megye egyben edzősködni ezek után egyfajta törést, visszalépés sejtett a korábbiakhoz képest, vetettük közbe. Már öreg vagyok már, tehát sajnos ezt mondják, 55 éves leszek, és nehéz visszakerülünk az NB1-be. Tehát az én tanítottam is a licencen, a B-licencen 3 megyében és 10 éven keresztül az edzőket, nehéz visszakerülni. Szerettem volna most egy NB3-ba, tárgyaltam is 2 csapattal, nem én lettem a befutó, és akkor jött a megye 1. Dolgoztam én Komárom megyében is 2 csapatnál, ahol sikerült a megyebajnokságban másodikak lenni, elsők lenni, harmadikak lenni. Nem zavar már, tehát tudom, hogy hol a helyen, néha bánt, hogy most a szakmai tudással, de többen vagyunk így, megállnánk a helyünk. Szeretne újfent bizonyítani, és ezt a megye egyben nem profi körülmények között olykor nehezebb is megtenni. A dunaföldvári csapatok szereplésén mindenképpen le lehet majd mérni a sokoldalúan képzett, elszánt tréner munkáját. Tömegesítenünk kell az utánpótlásban, mert azért vannak hiányosságaink, 19 éveseknél 17, lefele már kicsit jobban nézünk ki, de a 7-9-nél is kell, tehát az kell, hogy legyen, hogy egy jó tömegbázisunk legyen utánpótlás szinten, és ilyen fiatal gyerekek játszanak mind itt. Most ha Berényit kiveszem a belső védőmet 39 évével, akkor is 25,5, ha kiveszem, akkor 22-23 körül van az átlag életkorunk. Egyik legjobban megyél. Tehát azt mondom, hogy fiatalok vagyunk,
és most az a célunk, hogy ezek a fiatalokkal együnk ott, ráérünk mi még NB3-ba gondolkodni. Ha egy zömmel saját nevelésű, illetve környékbeli játékosokból álló Dunaföldvár épül, alig ha nem mindenki elégedett lesz, és a szurkolók is sokkal többen lesznek majd jelen a csapat hazai meccsein, mint az utóbbi időben. Végéhez közeledik a szekszárdi amatőr jégkoron kispályás bajnokság. Nem rendeznek külön döntőt, elődöntőt idén, ám a szekszárdi jégmadarak és a totyogókacsák, mint a mezőnyből kiemelkedő két csapat egymás elleni meccse nagy valószínűséggel az aranyéremről is döntött. A sárgák Sandi Tamás szekszárdi jégkorong edző, fémjelezte jégmadarak vonultattak föl több fiatalt, de a kacsák abszolút rácáfoltak vezetéknevükre a totyogóra. Tessék csak nézni, milyen sebességgel korcsolyáznak és passzolnak Taksonyi Szilárd és társai, miképpen lepik meg gyors kontrákkal az olykor szeleburdian támadó jégmadarakat. 1-0, 2-0, 3-1 a javukra. Csapat többsége azért eljárogat nagyobb pályára is játszogatni, természetesen amatőr szinten. Ami az erényünk, az inkább talán már a koromnál, vagy a korunknál az átlag korosztályunk azért már 30 pluszos, és ezzel finoman fogalmaztam. Talán inkább fejbe rakjuk jól össze a dolgokat. Igen, a rutin, a nagyobb rutin segített a második harmadban is. Kettővel mentek ekkor is a totyogó kacsák. Nem csak sima gólokat, hanem olykor felemelt korungú látványosakat is lőttek. Ám a jégmadarakat 8-6 után sem volt szabad leírni. Apró hibákból ugye, tehát ez erről szól, hogy az ember hibázik, azt megbünteti a másik csapat, most meg különösképpen. Ennyi volt a titok nyitja, és a fordulat az iramos eseménydús meccsen be is következett. Ilyen is ehhez hasonlatos gólokat lőttek a jégmadarak. És előbb egyenlítettek, az utolsó harmad második felében már fiatalabbságukból adódó jobb erőlétüket megvillantva meg is nyerték a bajnoki döntővel felérő, úgy tetszik, 4 pontos meccset. Valamilyen szinten el is törekszünk, mivel tudjuk, hogy nem lesznek OB1-es játékos vagy OB2-esek, de egy olyan tudást adunk nekik, hogy egy ilyen amatőr bajnokságban bátran és jó örömmel tudjanak játszani a fiataljaink. A zöldek a totyogó kacsák gyülekezetét a jégkorong feltétlen szeretete tartja össze már évek óta. Rá se hederítenek, hogy itt fáj, ott fáj, itt zöldül, amott zöldül. A szabad jég, ami összekovácsolt bennünket jobbára, nem az itteni jégpálya megalakulása igazából. Talán innét is egy kicsit ez a szabadi, ez a kacsa név, hogy a ott esetleg előforduló kacsák, meg egy kicsit olyan bohókásnak tűnő, és mi lapul a bohókás kacsanév mögött, ezt próbáljuk mindig megmutatni, illetve bebizonyítani. A címvédésre esélyes jégmadaraknál megesett, hogy jövőre még tovább fiatalodnak. Az U11 korosztályjal, hogy indultunk ugye idén nagypályán, azokból a gyerekekből azért mondom, hogy ott már egy páran játszanak itt az amatőr bajnokságban is. Jövőre terve van, hogy akár edző kollégámmal, Kakas Krisztiánnal, hogy a gyerekeket benevezzük erre a bajnokságba, úgyhogy csak a gyerekekkel vagyunk mi. A 2018-19-es városi amatőr jégkorong bajnokság ezen a héten a március 15-ére tervezett eredményhirdetéssel zárul. A Paksi FC labdarúgó csapata nyerte az U19-es megyei rangadót. A sereghajtó szekszárdi UFC vendégeskedett a Fehérvári úton. A két csapat tabellán elfoglalt helye alapján a hazaiak javára billent a mérleg, akik hozták is a kötelezőt. Nagy volt a harc a pályán, az első félidő elég kiegyenlített küzdelmet hozott az erős középmezőnyben szereplő Paks és a tabella végén kullogó UFC között. Egy hatalmas helyzetet kihagytak a vendégek az első félidő vége felé, ez meg is bosszulta magát. Tamás Benjamin megszerezte a találkozó első gólját, így 1-0-ás hazai vezetéssel térhettek pihenőre a csapatok. Mi vagyunk az esélyesek, de... Ugye, amint az előbb is itt mondtam a srácoknak, hogy egyelőre a pályán ez nem tükröződik vissza. Igaz, hogy talán fölényben vagyunk, de hogyha az ellenfél vezet egy góllal, nem szóltunk volna mi semmit. Ugye addig-addig tologatjuk és húzzuk mondjuk a labdát, amíg mindig belejön a hiba. Vagy pontatlan passz, vagy rossz megoldást csinálunk, tehát választunk. Úgyhogy ezen kell a második fél időben változtatnunk. Volt lehetőségünk nekünk is, de például pont a gól előtt
az ellenfél hagyott ki ajtóablak helyzetet, és ha berúgják, nem biztos, hogy a miénk megvan. Tehát ez a futball, ez ilyen íratlan szabályok, hogy nem figyelsz oda, nagyon hamar meg fog büntetni. Úgyhogy nekünk más mai eredmény nem is elfogadható, csak a három pont, tehát mindenféleképpen itthon szeretnénk tartani a három pontot. Az újoncként szereplő szekszárdiaknak az osztályváltás nem ment zökkenőmentesen. Hosszú éveken keresztül játszottunk az NB3-ba, most nekünk az NB2 azért nagyon nagy megmérettetés, de örülünk neki, hogy inkább úgy kell hétről hétre talpra állnunk vereségek után, mint hogy az NB3-ba, ahol 6-okat, 8-okat rúgtunk. Kicsit ez a hétről hétre való vereség, vagy maximum pontszerzés, a srácokat úgy látom azért megviseli, de most úgy készülünk, hogy minden héten próbálunk talpra állni, és minden héten kezdjük újra a bajnokságot. Ide is úgy jöttünk, hogy egy jó szoros mérkőzést játszunk, hozzuk ki a mérkőzésből a maximumot. Hát most az első fél után azt mondom, hogy igaz, hogy a Paks mezőny felénbe játszik, de nekünk is komoly gólszerzési lehetőségeink voltak. Hát sajnos megint azt kell mondjam, hogy egy komoly egyénhiba után tudta megszerezni a vezetést a Paks. Hát a másik fél időben mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiegyenlítsünk, vagy megfordítsuk a mérkőzést. Az egyikre se volt példa a DNS Pál optimizmusa ellenére a második fél időben. 5-1-es paksi győzelemmel zárult a találkozó. Nagy Lajos drukkol a szekszárnak, hogy ne essenek ki, hiszen a fiatal labdarúgóknak ez mégiscsak kihívás. Mi tudjuk nagyon jól, mert mikor létrehozták ezt a bajnoki rendszert, mi is úgy kerültünk bele. Az első 5-10 fordulóba pontokat alig tudtunk szerezni. Meg kellett szokni ezt az osztályt, tehát itt azért elég jó csapatok vannak, én azt hiszem, tehát ez már azért egy magasabb szint, mint ahol ugye előtte mi is játszottunk, meg a Szekszárd és a délnyugati bajnokság, azért ott rúgni ugye 200 gólt, vagy itt ugye 8-nak lenni, nem mindegy. Tehát az is mutatja a bajnokság színvonalát, de ez meg ugye egyértelműen, tehát nehezebb. Én mindig azt mondom, a gyerekeknek sokkal jobb egy ilyen mérkőzésen, ahol folyamatosan teljesítményt kell letenni, és tényleg oda kell tenni az embernek magát, mint hogy mondom, mi is játszottunk egy évet olyan bajnokságban, hogy rúgtunk 260 gólt, és igazából meg se izzadtak a srácok. Akkor, amikor 15-20 góllal nyersz, az nem bajnokság. Magas színvonalú, végig izgalmas, látványos megoldásokban bővelkedő volt a női futszál NB1 alapszakaszának slágermérkőzése. Az első helyen álló Astra Kiskunfélegyháza és a második helyezett Szekszárdi FC között. A két eltérő stílusú csapat nem bírt egymással. A 3-3-as döntetlen a játék képe és a helyzetek alapján is igazságos. Akár a döntőben is összejöhet ez a bajnokság párosítás, de ahhoz továbbra is hozni kell a formát mindkét csapatnak. A Kiskunfélegyházi sárga-feketék gyorsabban és mérnöki precizitással passzoltak egymáshoz, az egy az egyeknél, az egy a kettőknél roppant dinamikusak és kellőképpen erőszakosak is voltak. Micskó Márk csapatának játékában több volt az ötlet, az elképzelés, a váratlan látványos, mondhatni futzálos megoldás, amiben a Szekszárdi csapat újdonsült válogatott játékos a Gancer Hajnalka vitte a prímet közönség szórakoztató módon. Egy gól itt, egy ott, 2-2-vel fordultak a csapatok. Csapat szinten összekapva magát, óriási erőket mozgósított a B közép szurkolásától is nagyon támogatott Szekszárd. Többször csak a szabálytalanság árán sikerült megállítani őket a vendégeknek, ennek pedig a futzálban olykor nagyobb az ára, mint a nagypályás fociban. A 6. vendég szabálytalanság után ugyanis a szabályok értelmében 9 méterről elvégzett büntető jár a sértett csapatnak. És ezt az egyik, hanem a legprímább rugótechnikájú magyar női futzáljátékos Gancer Hajnalka rájellemző csőrös egyedi megoldással a jobb alsó sarokba lőtte, pontosabban vágta. Maradt a 3-3 egy emlékezetes mérkőzésen, mint abszolút igazságos végeredmény. Két nagyon jó csapat találkozott ma. Volt lehetőségünk a győzelmet megszerezni, de ugyanígy az Astrának is megvoltak a lehetőségei. Úgy érzem, igazságos a döntetlen, bár mind a két csapat győzhetett volna. Hát sok nehézséggel küzdöttünk mind a mai mérkőzésen, mind egész héten. Nagyon sok sérültünk volt, betegünk, tehát ez a mai mérkőzésen is látszott. Alapember hiányzott mi? Alapemberek, természetesen Buchmüller, Petra betegség miatt nem játszott, nem kockáztattam meg a játékát. Kágyi Rebekának ugye a törött ujjal játszott,
a Maria Vaskovec húzódással játszott, és azért többé-kevésbé majd, hogy nem mindenkinek vannak kisebb-nagyobb problémái. Ennek függvényében még értékesebb a döntetlen, amelynek kiharcolásában az egész mezőny egyik kiemelkedő játékosa, Kancer Hajnalka nem csak góljaival játszott fontos szerepet. Ilyen eltérő stílusú két csapatról van szó, de én abszolút azt gondolom, hogy nem véletlenül mi vagyunk az első két helyen. Ez már lehetett volna akár a döntő is. Múlt héten nem játszhattam a Hajdúböszörmény ellen, úgyhogy már éhes voltam kicsit a játékra, lehet azért is mentünk. Én nagyon büszke vagyok a csapatra, valaki törött ujja, valaki húzódással, valaki betegséggel vállalta a játékot, tehát abszolút nem mondhatjuk azt, hogy most teljes erővel és teljes csapattal tudtunk kiállni, és mégis így tudtunk küzdeni és ilyen eredményt elérni. Én remélem, hogy a döntőre, hogyha bejutunk, de legalábbis a felsőházi rájátszásra most már mindenki meggyógyul, mindenki egészséges lesz, és akkor teljes csapattal tudunk kiállni. Érlelődik tehát az Astra Kiskunfélegyháza nagy döntő is, de ebben még legalább három csapatnak, köztük a nagy szomszédvári rivális Tolnamözsnek is van még beleszólása. Fergeteges hangulat, színvonalas mérkőzések. Pécset rendezték a junior leány kosárlabda döntőt. A négy napos tornára az ország legjobb 8 U18-as csapata érkezett. A Peac Kosárlabda Akadémia Pécs óriásit küzdve szerezte meg a harmadik helyet, miután a bronzcsatában legyőzte a DVTK Kosárlabda Akadémia gárdáját. A bajnoki serleget a csatadíjese nyerte, az ezüstérmes pedig a Vasas Akadémia lett. Csütörtöktől vasárnapig pattogott a labda a Rádgéber Akadémia új sportcsarnokában. A négynapos junior leány kosárlabda döntőt Pécset rendezték, melynek lebonyolítása megegyezett az elmúlt évek gyakorlatával. A 8 résztvevő csapatot 2-4-es csoportba sorolták, ahol az első két játéknap után kialakult erősorrend alapján az első két-két helyezett vívhatta szombaton az elődöntőt, majd a győztesek vasárnap a döntőt. A házigazdák a bronzmérkőzést játszották, mely sokáig pontszegény és szoros csatát hozott a Peac Kosárlabda Akadémia Pécs és a DVTK Akadémia között. A második félidőben azonban a Vencel Nóra vezette pécsiek ellenfelük fölé kerekedtek, és 62-45-re nyertek, így megszerezték a harmadik helyet. Teljes mértékben meg voltam elégedve a csapatunkkal, maximálisan kiadtunk magunkból mindent, amit tudtunk. A szurkolók egyszerűen hihetetlenül szurkolnak, és nagyon boldog vagyok, hogy így érzékelt az utánpótlás. És hát igazából a harmadik negyedben éreztem azt, hogy kezdünk egy kicsit ellépni, és hihetetlen meccs volt, tényleg. Maximálisan kiadtunk magunkból mindent. Lehetett volna másképp csinálni, vagy szerinted így volt tökéletes? Ez így volt tökéletes, szerintem. Szurkolok, nagyon-nagyon szurkoltak, és biztos vagyok benne, hogy a szurkolok nélkül nem sikerült volna. Hartung Anita vezetőedző szerint a lányok mind a négy napon fantasztikusan teljesítettek, és megérdemelten szereztek érmet, de azt, hogy meg lesz a bronzérem, csak a találkozó végén hitte el az edző. Nagyon a végén, tehát hogy abszolút nem tudtam, nagyon koncentráltam a mérkőzésre, egy fantasztikus ellenfél ellen játszottunk, Magyarország egyik legjobb centerező csapatukban játszik, úgyhogy a legvégén tudtam, hogy megvan a bronzérem. Fantasztikus döntő volt szerintem, fantasztikus hangulattal, ez a csarnok maga a csoda, nagyon színvonalas mérkőzéseket játszottunk, nem csak mi, hanem a többiek is. Én szerintem nagyon jók a visszajelzések, mindenképpen népszerűsítettük a kosárlabdát szerintem. Rádgéber László kosárlabda mesteredző is elégedett volt a lányok teljesítményével, de ő a hozzáállást emelte ki, hiszen erőn felül küzdötte végig a csapat mind a négy napot. Elégedett vagyok. Ez a generáció, ez a 2001-es született, ők valószínűleg a nyáron érmet fognak szerezni. Tehát a legjobbak ezekből a csapatokból, akik majd junior válogatottak lesznek, valószínűleg éremmel fognak hazajönni az Európa-bajnokságra. Ez egy jó generáció, ezért nyilván jó kosárlabda is volt. És elnézést, a saját csapatunkról még annyit, hogy ki lehet nevelni Vencel Nórát, fantasztikus volt az a hozzáállás, de valójában nagyon jó nézni ezt a csapatot, és én valójában nem a bronzéremmel vagyok elégedett, lehetett volna ez döntő is, nincsenek sérülések, de én nekem itt az eredmény, és a siker az nem az eredményjelző táblán, amit ír. Nekem a siker az a mentalitás, az az agresszivitás, az a szenvedély, amit kaptam ezektől a lányoktól. És talán nagyobb dicséretet nem is kaphatnak, mint hogy a mentalitásuk az felidézte a pécsi felnőtt női kosárlabdának a legszebb napjait.
A hetedik helyért vívott összecsapáson egy végig szoros és fordulatos mérkőzésen a Beac Újbuda Kosárlabda Akadémia diadalmaskodott a Győri Széchenyi Kosárlabda Akadémia csapatával szemben 62-55-re. Az ötödik helyért az Atomerőmű KSC Szekszárd csapata végig jobban játszott ellenfelénél, és 93-56-ra győzte le a Kecskeméti KC-t. A bronzmérkőzést tehát a Beac Kosárlabda Akadémia Pécs nyerte a DVTK Akadémiával szemben, a döntőt pedig a csata DS-e a Vasas Akadémia ellen játszotta. A találkozó első fele kiegyenlített játékot hozott, egyenlő állással fordultak a csapatok a második félidőre, ahol az Angyal Barbara vezette csata DS-e került fölénybe, és 70-62-re legyőzte a Vasast, így idén Turcsics Krisztián együttese nyerte a Leány Junior országos A-döntőt. Két versenyt is rendezett az Aranyszalag RGS-e március elején, először a ritmikus gimnasztika kupán, majd pedig a látványtánc minősítő versenyen léptek parketre a sportolók. A versenyeken az óvodásoktól a felnőttekig mutatták meg tudásukat a résztvevők, volt, aki mindkét megmérettetésen indult. Az idei Aranyszalag kupára 190-en érkeztek, és összesen 343 gyakorlatot láthatott a zsűri és a közönség. A ritmikus gimnasztikával még csak ismerkedő kislányoktól a profi versenyzőkig az ország számos pontjáról érkeztek sportolók. A gyerekek többsége néhány éve űzi a sportágat. Majdnem két éve, és hogy már az iskolában kezdtem elsőskoromban, és a barátnőm, az osztálytársam elkezdett az egyesületbe járni, és én is beleelkezdtem. Szerintem, hát hogy nagyon szép, és kell hozzá hajlékonyság, meg nagyon nőies. Ez az ötödik év, hogy csinálom, és nem tudom, miért kezdtem. Már nem emlékszem. Nagyon tetszett, és tetszik, hogy ilyen hajlékonyak és az emberek. Én is hajlékony szerettem volna lenni. Azért, mert a tesóm is sportol, és... Mikor kezdtél el ritmikus gimnasztikázni? 4 éves. Először modern gimnasztikaként, művészi tornaként, majd ritmikus sportgimnasztikaként emlegették, a jelenleg használatos hivatalos megnevezése pedig ritmikus gimnasztika. A 60-as, 70-es években nagyobb hangsúlyt kapott a program művészi tartalma, míg a 2000-es években megjelent a nehezebben kivitelezhető mozdulatok alkalmazása. A mai verseny csak ritmikus gimnasztika sportágról szól. Budapestről van 3 egyesület, Kaposvárról van 1 egyesület, Mohácsról is jöttek, Komlóról is. A mi egyesületünk pécsi, pécsi gyerekek járnak, nyilván van, aki itt lakik hozzám is, mert Pécs is vonzás körzetében. Különböző szinten indulnak a lányok, 4 szinten indulunk, van egy szabadidő sport szint, van egy harmad, másod, első osztály szint. A mi egyesületünk másod, harmadvel szabadidővel foglalkozik. Itt ezen a napon mind a 4 szint megjelenik. Hát a ritmikus gimnasztika volt előbb, az egyesületnek az a fő profilja. Mellette azonban egy kicsit elkalandoztunk. A látványtánc felé nagyon élvezik a lányok, nagyon szeretik, és abban is nagyon sikeresek. A ritmikus gimnasztika kupa után március 10-én látványtánc versenyt rendezett az Aranyszalag RGS-e. Az ország szinte minden tájáról érkeztek idei sportolók, hogy a szintfelmérő látványtánc versenyen megmutassák tudásukat. A népes mezőnyben a 3 éves ovisoktól a szenior korosztályig sorakoztak fel a versenyzők. A lányok nagyon sok munkával és kitartással lelkesen készültek a megmérettetésre, ahol jól helytáltak. Igazából mind a kettőt nagyon szeretem, csak a látványtáncot azért szeretem egy kicsit jobban, mert a versenyek sokkal hangulatosabbak, és igen. Nekem múlt héten egész jól sikerült, és ma azt hiszem 2-en leszünk a kategóriában, szóval remélem az is menni fog. Egész héten ezt gyakoroltuk, heti 4 alkalommal, 2,5 órát, és 2 táncsal leszek, duóba és egyéniben is. Látványos elemekkel gazdagított mozgás
táncforma, mely a balett, a jazz, a hip-hop és egyéb modern táncműfajokat ötvöz. A koreográfiák, forgásokat, emeléseket tartalmaznak a mai modern zenék valamelyikére. Ez a látványtánc. Én azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos, meg ez sokkal több önbizalmat ad a gyerekeknek, hogyha jól sikerül a produkció, jól érzik magukat, kapnak érte ajándékot, díjakat, úgyhogy szerintem ez egy jó dolog. Úgy érzem, hogy a ritmikus gimnasztika versenyen azért jobban izgulnak, mert ott van szer a kezükben, ugye ott van esetleg rizikófaktor, hogy nem kapják el, valami történik. Itt a látványtáncban egy kicsit kötetlenebb, ugye ez az egész szabadabb, úgyhogy szerintem ezért is szeretik. Magyar Táncművészeti Egyetemen végzem a diplomámat, hogy tánctanár lehessek. Úgyhogy előtte több színházban is dolgoztam, Pécsen, Szegeden, Miskolcon, voltam Budapesten is, aztán most itt vagyok. A látványtánc kategóriában a koreográfiáknak történetet kell elmesélniük. Fontos a táncos jelleg, ezért felhasználható az összes táncstílus vagy tánctechnika egymagában vagy vegyítve. A látvány fokozása és a mondani való kibontakoztatása érdekében látványelemek, díszletek és kellékek használata is ajánlott, de tilos a nagy akrobatikai elemek használata. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!